Korábban orvosi rendelőként funkcionált az az épület, amelyben most már a polgármesteri hivatal dolgozói végzik mindennapi munkájukat golopon. Természetesen ehhez nem csak felújították az épületet, hanem kisebb átalakításokat is végeztek. Az ügyintézés ezzel együtt komfortosabbá vált az itt élők számára is. Mindezt, ami 2020-ban elnyert Magyar Falu program nyertes pályázata tette lehetővé. Most szeptemberre készült el. Ez egy magyar falus pályázat, egy 16 millió forintot nyertünk rá, hogy belsőleg kialakítsuk, hogy tényleg egy ilyen komfortosan mai ügyszolgálatnak megfelelő hivatalunk legyen, mert hogy eddig ilyen két helységből állt, nagyon összezsúfolt volt, és igazából az orvosi rendelőnek egy kihelyezett épülete volt. Úgyhogy most tényleg olyan termeket tudtunk itt kialakítani, hogy nekem is például, mint polgármesternek külön szobám van, ahol tudom a lakossági igényeket fogadni és meghallgatni. Az ügyintézőknek is külön szobájuk van, konyhánk van, tehát tényleg azt tudom mondani, hogy most úgy néz ki ez a hivatal, mint ahogy szerintem egy falusi hivatalnak is ki kell néznie. Úgyhogy falugondnokunk is lett, neki is külön terem kell, ahol nyilván azért egy szobában ő is a dolgait tudja intézni. A megfelelő környezet kialakítása azért is fontos, mert a golopi és a tájai közös önkormányzat is itt működik. A település vezetője elmondta, hogy elsősorban a Covid okozta körülmények miatt tudtak csak a közelmúltban ezzel a fejlesztéssel elkészülni. Az is probléma volt, amikor a jegyzőnő lejött, és akkor pedig négyen ültek egy szobában, nem tudott elférni, tehát eléggé kellemetlen volt. És hogy én olyan polgármester voltam, aki egyre több ügyiratot szeretett volna átvenni, maga intézni, és így egyre több feladat lett, úgyhogy egy fővel ki is egészültünk, úgyhogy nagyon nagy szükség volt arra, hogy tényleg egyre több helység legyen, ahol ügyeket tudunk intézni. Szokták mondani, hogy kis önkormányzat kis probléma, nagy önkormányzat nagy probléma. Ez csak részben igaz, mert egy-egy kisebb önkormányzatnál éppen ugyanolyan ügyfélkör van, ugyanannyi problémát kell megoldani, mint egy nagyobb önkormányzatnál, legyen az ügyes-bajos dolga az ott lakó polgárnak, vagy éppen aki érintett valamilyen formában az adott önkormányzat területén. Éppen ezért fontos, hogy a közösségi tereket, ahol a polgárok az ügyeit intézik, az rendben legyen. Ezért örülök annak, hogy itt golopon végre jó helyre került az a pályázati pénz, amiből felújították a polgármesteri hivatalt. A településen egyre több család találja meg a számítását, mondta a polgármester. A közelmúltban átadott új óvoda mellett már a polgármesteri hivatal felújítása is azt a célt szolgálja, hogy a családok komfortosabban éljenek itt, és hozzájussanak azokhoz az alapvető lehetőségekhez, amelyet egy ekkora község önkormányzata adni tud.